Jó napot kívánok, sziasztok kedves nézők! Egy árnyjátékot fogunk játszani koncertóval. Inkább hagyjuk ezt. Inkább mutassunk be egy autót nektek, remélem, hogy ezt szeretnétek inkább megnézegetni, mint az árnyjátékunkat. Skoda Roadstert fogunk megnézegetni veletek együtt közösen, és természetesen Ferivel és Peti kollégáimmal, akik egy komoly értéket szállítottak ide le nekünk, méghozzá ennek a Skoda Roadsternek a szervizkönyvét, amiből látszik, hogy 2007 tizedik havi járművről van szó, és hát végigvezetett szervizkönyves kocsi, hogyha belelapozunk, akkor látható, hogy tényleg szerették az autót, és a biztonságra törekedtek, úgyhogy végigvezetett szervizkönyves a jármű. Lefotóztam fotók közt, megtaláltak a képeket, utoljára 2019 negyedik hóban volt márka szervizbe az autó, még a motortérben is találtam erről még információt. Tehát az autónk 1.6-os benzines motorra rendelkezik, és Tiptronic automata váltós, ami igen ritka, azt gondolom, aki szereti a kényelmet, az majd itt meg fogja találni ebben az autóban. 105 lovassal az 1.6-os benzinmotor a kocsiban. Köszönöm nektek, Ferikém, Petikém, hogy segítettetek. Nézzük akkor meg tovább az autó. Tehát 128 000 km futású, hibátlan műszaki állapotú, látjátok, tökéletesen jár benne a benzinmotorunk, hiba üzenet mentesen. 2 darab eredeti gyári kulcs van hozzá, infra és távirányítós verzió, mindkettő egészséges, ugye nincs szétnyomkodva a billentyűi vagy a nyomógombjai, amiket szoktunk nyomkodni. Állítható mind a kormány is, mind pedig az ülés magasság itt mellettem. A zene kormányról vezérelhető, rögtön meg is mutatom nektek. Váltja a csatornákat, tolja a hangerőt oda-vissza, és ami nagyon jó dolog, ami nekem tetszik és szeretem, tempomatos a kocsi, tehát vidéki túrázók előnyben lesznek majd, hogy nem kell nyomniuk jobb lábbal a gázpedált, és ballas, amikor elfajadt már a lábuk. Az összes ablak elektromosan kezelhető, mármint az ajtókban lévő ablakok, és ugye a tükör jobbra-balra, és tükörfűtéses is a szerkentyű. Aztán van itt egy plusz jó dolog, szemüvegtartó, hogy ne heverjen össze-vissza a kocsiba, ugye a szemüvegünk. A digitális klíma tökéletesen dolgozik benne, van itt menet stabilizátorunk, ami kiiktatható, és van itt ülésfűtésünk, illetve centrálzár, ami ezekkel a gombok megnyomásával lehet ugye aktiválni. Van itt AUX csatlakozó, és egy középső könyöktámasz. Le is hajtottam, így néz ki. Aztán lépjünk tovább, még megnézzünk mást is. Egy nagy hűthető kesztyűtartó, van még egy fak hozzá, ez érdekes, egymás alatt fölött. Vannak ezek a tálórekeszek. Kiszállok és megnézek hát titeteket így is. Fantasztikusan szép, ilyen derék, csípőtámaszó, sportos ülés van benne, ami ugye állítható, de ezt átrágtuk előbb. Nézzük meg a hátsó üléssort, nagyon jó pofa különben a hátsó rész, hatalmas, óriási lábtér van itt elő, mármint az utasnak, tehát előrefelé tényleg nagyon hosszú, magas ember is simán befér, úgyhogy nagyon magasságot megélt emberek ide szépen be is tudják magukat tenni, hiszen itt fej fölött óriási hely van még fölfelé. Tehát. És hátrafelé emelkedik, tehát tényleg nagyon jó. A középső rész lehajtható ennek az ülésnek, amit én most már lehajtottam, de két kézzel kell ezt alkalmazni. Vissza is megpróbálom, jó? Tehát összehajtható, összecsukható az összes ülése, és fölhajtható. Ezüstmetál színű a kocsi, amit nézegetünk. Én azt gondolom, hogy teljesen tökéletes állapotú, és úgy is látom. Nagyon jó fékek vannak rajta elől és hátul, ezek tárcsafékek elől és hátul is. Aki szeretne magával húzni valamit, az egy jó minőségi Westfália horogra rá tudja akasztani, és húzhatja maga után a kis kocsiját. Így néznek ki az üléseknek ugye az állítási verziói. Benne vannak még kötelező tartozékok is, és szőnyeg garnitúrát is találtam a kocsiba, amit most szépen ide beleteszünk. A gázrugó az szépen föltolta ide az a nagy ajtót, tartja is rendesen. Tolató szenzorok hátsó lökhárítóban. Minden ablak, amit látjátok, szépen sötétített, a hátsó rész bioszloptól kicsit jobban sötétebb.
fékek. Én azt gondolom megint csak, hogy ez egy nagyon jó állapotban lévő fékek. Tiszta áttetsző lámpák és kötfényszórók szintén egészséges, szép állapotban a helyükön vannak. Nem sokára lehet őket használni. Nyissuk ki még egy pillanatra, sikerül így félkézzel. Milyen ne sikerülne. Itt van a 2019 negyedik havi Skodás szerviz. Én azt gondolom, hogy aki szeretné megnézni, alvás szemügyileg az ugye meg tudja nézni a Skoda műveknél a előéletét a járműnek. Gyertek el hozzánk, legyen egy szuper jó kis Skoda roomszeretek. Itt az M3 autóparkban tudjátok megnézegetni, megvizsgálgatni, kipróbálni és ugye megvásárolni. Legyetek kedvesek, nyomjatok egy ilyen jelet a végére a videónak, és iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Várunk benneteket személyesen is, a viszontlátásra.